Kelj fel, Uram, miért alszol? Kelj fel, s ne üzz el végleg. Miért fordítod el arcodat? Segíts és szabadíts meg minket. Istenünk, a saját fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték el nekünk, amit napjainkban a régmúlt időkben tették, hogy nem az ő karjuk szerzett nekik győzelmet, a te, hanem a te jobbod és arcodnak fénye. Kelj fel, Uram, miért alszol? Kelj fel, s ne üzz el végleg. Miért fordítod el arcodat? Segíts és szabadíts meg minket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Média Apostolok közösségi szentmiséjének kezdetén, amely szentmisében mindazokért imádkozunk, akik apostolkodnak környezetükben, családjukban, segítik a média szolgálatunkat háttérimájukkal és anyagi támogatásukkal. Engesztelő szándékkal ajánljuk fel a mai szentmisénket. A szentmise kánonja majd a kiengesztelődési kánon lesz, amellyel a Jóistenhez fordulunk. Tisztítson meg minket és erősítsen meg továbbra is a hiteles tanúságtevő szolgálatban. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat létkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, minden szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Hirgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Urunk Istenünk, őriz szüntelen jóságoddal egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Királyok első könyvéből. Amikor Salamon király megöregedett, pogány származású feleségei
idegen istenek szolgálatára csábították. Nem ragaszkodott már olyan tántoríthatatlanul az Úrhoz, az ő istenéhez, mint atya, Dávid, hanem Astóretet tisztelte, a szidóniai istennőjét, meg Milkomot, az amoriták bálványát. Ezzel Salamon olyat tett, ami nem tetszett az Úrnak, nem követte olyan álhatatosan az Urat, mint atya Dávid. Ekkoriban épített Salamon szentét Kámosnak, a moábiták bálványának, a Jeruzsálemmel szemben fekvő hegyen, aztán már Moloknak, az amoniták bálványának. Így tett a kedvére többi pogány származású feleségének is, akik a maguk istenének gyújtottak tömjént, és mutattak be áldozatot. Az Úr megharagudott Salamonra, mivel szíve elfordult Urától, Izrael istenétől. Az Úr kétszer is megjelent neki, és megparancsolta, hogy ne kövessen idegen isteneket, de ő mégsem tartotta meg, amit az Úr parancsolt neki. Ezért az Úr kijelentette Salamonnak, mivel ezt tetted, és nem tartottad meg szövetségemet, meg a neked adott parancsaimat, elveszem tőle királyságodat, és egy alattvalódnak adom. Atyádra, Dávidra való tekintettel nem teszem meg ezt a te napjaidban, hanem fiad kezéből veszem majd el. De nem veszem el az egész királyságot. Egy törzset meghagyok fiadnak, tekintettel szolgámnak, Dávidnak érdemeire, meg Jeruzsálem miatt, amelyet lakóhelyül választottam. Ez az Isten igéje. Istennek áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába, imádjátok őt szent ünnepi díszben. Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába, imádjátok őt szent ünnepi díszben. Adjatok az Úrnak, népek családjai, adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet. Imádjátok őt szent ünnepi díszben. Remegjen meg orcája előtt az egész föld, mondjátok el a nemzeteknek, hogy az Úr országol. Imádjátok őt szent ünnepi díszben. Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába. Imádjátok őt szent ünnepi díszben. Alleluja, 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 alleluja. Dicsérjétek az Urat minden népek, és együtt dicsőítsétek őt minden nemzetek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egyszer Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg,
Tudomást szerzett róla, oda sietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy üzze ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította. Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek, mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik. De az asszony így folytatta. Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak. Jézus azt válaszolta, szavad jutalmaként menj, a gonosz lélek elhagyta leányodat. Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta, már elhagyta a gonosz lélek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és az Apostol Televízió kedves nézői, az Úr Jézusba vetett hit és bizalom ad győzelemre erőt az ember számára, hogy megszabaduljon a rossztól, hogy helyesen tudjon dönteni, és hogy kitartó legyen a hűségben. Ez utóbbi gondolat, illetve jelző, hogy hűséges valaki, egyedül a Jóistenre vonatkoztatható. Az Úr az, aki hűséges a szavához, önmagához, jó akaratához, és éppen ezért jellemzi az Urat olyan külső természeti jelenség, mint a szikla, a kőszikla, ahogyan a Zsoltáros is beszél az üdvösség sziklájáról, az Úrról, akiben meg lehet bízni, és éppen ezért mondja Jézus, hogy ő maga, az ő tanítása, szikla, szikla alap, amelyre bátran lehet építkezni, és az ember élete így nem dől romba, mert a szikla nem más, mint a hűség. Ebben a hűségben találhatott erőt közösségileg a választott nép, általában akkor tudta élvezni az Úrnak a hűségét, amikor ő maga is hű maradt, és személyes értelemben is a keresztény életfelfogás szerint, a személyes hitünkben ugyancsak akkor nyerjük el az Úr kegyelmét és a legnagyobb ajándékát, az üdvösséget, hogyha hűségesek vagyunk. Aki mindvégig kitart a hitben, az üdvözül. Ez a keresztény ember élethivatása is. Így várhatunk segítséget az Úrtól, legfőképpen lelkünk ellensége a gonosz felett, hogyha törekszünk mi magunk is a hűségre. Az ószövetségi olvasmányok sorában, itt most többes számban az elmúlt napoknak sorozatát értem, mely olvasmányok bemutatták Salamon királynak az élet történetét. Egy alkalommal említettem is, hogy most ezidáig sok szépet hallottunk Salamonról, kezdve az ő alázatos választásával és döntésével, amikor az Úristentől bölcsességet kért, és nem a tekintélyének, hatalmának növelését, nem evilági jólétet vagy gazdagságot, hanem azt a képességet kérte, hogy mindig Istenre tudjon hangolódni, és mindig hűséges tudjon lenni az Úr akaratához. És meg is kapta magát a bölcsességet, és emellé megkapta még a gazdagságot is. Ezért járt csodájára a fél világ, ezért látogatta meg őt Sába királynője, és ezért nyílt lehetősége arra, hogy
templomot építsen az Úrnak, ez is kitüntető feladata volt, meg is építette értékes épületként és értékes anyagokból az Úr szentélyét, ahová bevitte a szövetség ládáját. És valóban az élete sok isteni áldással járt. De mivel ismerjük Salamon élettörténetét a Szentírásból, éppen így most a mai olvasmány által eljutottunk a romlás időszakához, amikor visszaélve bölcsessége képességeivel, a jó döntésre való készség adottságával, mégis emberi személyekre hallgatott az Úr helyett, így a pogány származású feleségeire is, többes számban, hiszen keleti uralkodóként megtehette vagy élhette ezt az életformát, és sorra építette a pogány szentélyeket a nem létező istenségeknek, bálványoknak, és így a szíve elfordult az Úrtól. És aki ilyen magasztos feladatra volt hivatott, hogy templomot építhetett az Istennek, elszakadt tőle, és aztán majd az országa is elszakad, ahogy erre már kitért az Úr jövendőlése, mert nem tudott megmaradni a hűségében. A zsidó nép legnagyobb bűne, vagy az értékrendjében a legnagyobb bűnnek számító cselekedet, az a bálványimádás volt. Az egyik az Istennek az elhagyása. És oly sokszor eltévedt a nép, és hallgatott pogány szokásokra és hangokra, olyan képviselőkre, prófétákra, akik a bálványkultuszt szorgalmazták, és aztán erőszakkal is el kellett szenvedniük a bálványimádásnak a próbatételeit vagy kísértéseit. Gondoljunk később a Krisztus előtti közvetlen századoknak történelmi eseményeire, a makkabeusok korára, amikor szinte próbatétel volt a hellén terjeszkedés és a pogánykultusz bevezetése közben megmaradni hűségesnek. Az Úr Jézus is főhelyre teszi a hűségnek, vagyis az álhatatosságnak lelkületét, és ennek a pogány asszonynak is, a szír-föníciai pogány asszonynak is azért teljesíti a kérését, mert kitartó tud lenni ebben a kérésében, hogy gyógyítsa meg megszállott leányát, és nem csak, hogy kitartó, hanem eleve hisz abban, hogy Jézusnak van hatalma kiűzni a gonosz lelket, gyógyítani, isteni erővel cselekedni. És éppen ezért meg is hallgatja a kérését, meggyógyítja a beteg leányt. És olyan szép a kiskutyákról szóló hasonlat, amely érzékelteti azt, hogy Jézus elsősorban népének hitét várja, a gyermekeknek, a kiválasztottaknak bizalmára vár, és ő hozzájuk szól elsősorban a küldetése az ő saját népéhez, a választott néphez, de mégis látván ezt a hitet, és azt a tényt, hogy a kiskutyák is kapnak a morzsákból, amely a gyermekek asztaláról lehullik, ezt a morzsányi esélyt is nagy jutalommal ajándékozza meg, amikor meggyógyítja a pogány asszony leányát, aki tudva azt, hogy ő éppen a választott népen kívüleső személy, egy pogány népcsoportnak a tagja,
Mégis azt a hitet tanúsítja, amit nem csak hogy a választott népnek, hanem minden egyes embernek lehetősége megvallani az Úr Jézus iránt, hiszen ő mindenkihez és mindenkiért jött, mindnyájunk meggyógyítására, mindnyájunk lelki sebeinek orvoslására. Mint említettem a mai szentmise szövegeiben, majd a kiengesztelődési misekánont fogjuk imádkozni. Ez a misekánonok sorában a 6-os számú kánon. Így próbálunk mi is ráhangolódni az egyre közeledő nagybőti időre, hiszen 2 hét múlva már a nagybőti időben leszünk, és a farsang öröm napjaiban, vagy vidám napjaiban sem feledkezünk el arról, hogy a hűségünkben, derűs pillanatokban is, és derűs lelkülettel is, mégis a hűségünkben ki kell tartanunk. Jóban, rosszban, önfegyelemben és vidám percekben egyaránt az Úréi vagyunk, és hogyha nem sikerült mindig és mindenben hűséget tanúsítanunk, ezért is engeszteljünk. Ezt kérem most, vagy teszem a média apostolok széles közösségében és széles körű társaságában. Legyen velünk az Úr a tanúságtételben, tisztítson meg minket, hogy a tanúságtételünk hiteles legyen. Amen. Kérjük testvéreim, bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát, magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek. Hogy a keresztényeket megerősítse hitünk álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat, hogy minden népnek megadja a szeretetet, a szeretetben és az igazságban gyökerező békét, és igaz egyetértést. Kérjük Urunkat, hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe. Kérjük Urunkat, hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, és a családok pedig békében és egyetértésben éljenek. Kérjük Urunkat, hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és a távol levő testvéreinket is elvezessen Isten országába. Kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt szeretteinket viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Tiszta áldozat, kenyerét hatalmas, árva szunkra irgalom, kérünk hallgass. Bűneinkért ad fiat, drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagy szentségét javára. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Hadd, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy neked szentséges Atyánk hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen Te vagy Istenünk, az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, Te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel, az égi seregek háladó himnuszához társulunk, szeretetet, hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, s áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek, szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, Te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a Te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva barátainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fennállásodat, ami elnézhet. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és segédpüspökeivel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, Szent angyalaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a Te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot hálaadásával együtt, alázatos megvallással mondjuk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. A világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét!
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A mai szentmisében csütörtöki nap lévén két szín alatt áldozunk. Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet, kenyeret hozol a földből, s borvidámítja az ember szívét. Áldjad én lelkem az Urat, én Uram Istenem, felmagasztattál mindenek fölött. Dicsőségbe öltöztél és ékességbe, fényesség a te köntösöd. Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet, kenyeret hozol a földből, borvidámítja az ember szívét. Krisztus teste és vére. Mely igen magasztosak a te műveid, Uram, mindeneket bölcsességgel tettél. A te alkotásaid betöltik a földet. Kibocsátod lelkedet és életre kelned, és megújítod a földnek szívét. Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet, kenyeret hozol a földből, s borvidámítja az ember szívét. Krisztus teste és vére. Üdvözlégy Krisztusnak, drága szent teste! Áldott légy Jézusnak, piros szent vére! Ó, mi áldott van, oltári szentség, angyali drága vendégség. Üdvözlégy nagy szentség, élet adója, mi bűnös lelkünknek megorvoslója. Ó, mi áldott van, oltári szentség, angyali drága vendégség. Üdvözlégy nagy szentség, világváltsága, emberi nemzetnek fő boldogsága. Ó, mi áldott van, oltári szentség, angyali drága vendégség.
Könyörögjünk. Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál indunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Engesztelő lelkülettel ajánlottuk fel a szentmisét, és most ugyancsak engesztelésképpen imádkozzuk az Úr Jézus szent vérének litániáját, hiszen ő hűséges volt mind halálig, a kereszt halálig, és nekünk is megadja a hűség kegyelmét, hogyha kérjük tőle, és mi is megtesszük az ehhez szükséges emberi erőfeszítéseket. Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten! Irgalmazz nekünk! Szent Lélek Úristen! Irgalmazz nekünk! Szent Háromság egy Isten! Irgalmazz nekünk! Krisztus vére, Isten megtestesült igéjének vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér, üdvözíts minket! Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér, üdvözíts minket! Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér, üdvözíts minket! Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér, üdvözíts minket! Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja, üdvözíts minket! Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat, üdvözíts minket! Krisztus vére, az eukarisztiában a lelkek itala és megtisztulása, üdvözíts minket! Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket! Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője, üdvözíts minket! Krisztus vére, a vértanúk erőssége, üdvözíts minket! Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága, üdvözíts minket! Krisztus vére, szüzeket termő vér, üdvözíts minket! Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza, üdvözíts minket! Krisztus vére, a szenvedők enyhülése, üdvözíts minket! Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk, üdvözíts minket! Krisztus vére, a bűnbánók reménysége, üdvözíts minket! Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása, üdvözíts minket! Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége, üdvözíts minket! Krisztus vére, az örök élet záloga, üdvözíts minket! Krisztus vére, a tisztító tűzben szenvedő lelkek szabadítója, üdvözíts minket! Krisztus vére, minden dicséretre és magasztalásra legméltóbb vér, üdvözíts minket! Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Jézus! Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus! Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Jézus! Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel, és Isten országává tettél bennünket. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, aki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által kiengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Most pedig imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó,
és az oltár szentségben belül elő Krisztus, felismerjük és egyedül a szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és önövé elvívjük minden nevehez. Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikuson keresztül egész hívő közösségünk, fővárosunk, lényünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljunk. Amen. A hűségben való megerősödésünkhöz a Jóisten áldását kérjük most. Így adom a szentmise áldását rátok itt a gazdagréti testvéreimre és az Apostol Televízió kedves nézőire. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmas. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget kezébe, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelket veszélyre körül járnak a világban, Isten erejébe taszítsd vissza a kárhozat erejébe. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj értünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj értünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj értünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj értünk. Áld meg, óvjanak angyalai.